tavaly írtam ezt a könyvet, a helyreállítást, és tegnap, egész nap ebből imádkoztam, és utána azt kérdeztem magamtól, hogy hát mondom, nem is tudom, hogy ezt én írtam, ezt a jó könyvet, hát hogy milyen szuper könyv ez, és tavaly volt a kürtölés éve, és annyira jónak találom, hát az év most kezdődik, és mindenkinek szüksége van egy helyreállításra az életébe, mert sok minden elveszett. Most nem a kürtölés éve van az 50. esztendő, de ez minden nap aktuális számunkra, mert mindig valami ellenségeskedés jön az életünkbe, és a sátán ott lop, ahol csak tud. Ha tőlünk nem tud, akkor lop a családtól, lop a környezettől és egyébtől. És tudjuk, hogy ez az év most kezdődik, és nagyon jó könyv ez. És érdemes ezt forgatni és olvasgatni belőle. És az evangélium által mindent visszakaphatunk, ami elveszett. Jézus, mondom, a tavaly a kürtölés évét bejelentette a kedves esztendőt, és ezt tudjuk, hogy az izraelitáknál minden 50. évben jött el, és a három Mózes könyvében megtalálható itt az ünnep megtartására vonatkozó előírások, hogy hogyan is indult, ugye, nagy kürt szóval indult az év annak idején. De most én nem erről szeretnék beszélni, hanem a mi mindennapjainkban az újszövetségi hívőnek, hogy a helyreállítás lehet. Mit is értünk az alatt, hogy helyreállítás? Hát ez lehet anyagi, fizikai, egészségi, peresügyes, vagy bármi, ami az életünkben hiányt vagy nehézséget okozott. Az apostolok cselekedeti 3.19.21 azt mondja, bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés ideje az Úrnak a színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett. Kit az égnek kell magába fogadni mind az időkig, míg újjá teremtetnek mindenek. Mikről szólott, az Isten mindenő szent profétájának szája által, elejétől fogva. Az első, amit meg kell tennünk, valóban megbánjuk a bűneinket, és megtérünk belőle, hisz néha az ember indulatában is mond ki olyanokat, amit később esetleg megbán, de lehet korrigálni itt az 1 János 1:9, és ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsássa minden bűnünket. És miért? Hogy megtérés után jön egy felüdülés, mert felüdülésre szükségünk van mindannyiunknak, és hát, hogy bánjuk meg a bűneinket, vagyis forduljunk el a hibás, téves útjainkról. Tudjuk, hogy ellenségeinket is kell szeretni, de mégis, amikor az embernek túlcsordul a pohara, néha a saját környezetét is ellenségként kezeli, és az ő gyenge pontjait. Mindenki tudja, hogy miben hibázik, mi a gyenge pontja, akár aggódás, félelem, elutasítás, megbocsátatlanság, paráznosság, és bármi, ami Istennek nem tetsző az életünkben. Tudjuk, hogy a Galata levélben, a Galata levél 5. fejezet a test cselekedeteiről szól, és hát vigyázzunk, hogy ugye ne bántsuk egymást, hogy ne marjuk, ne faljuk egymást, és valahogy az ördög mindig úgy keveri a kártyát, hogy amikor a legnagyobb próbában vagy, akkor még jön rá, és akkor olyanokat mondanak, tesznek, amivel még jobban megcsavarják a szívedet. És hát minden féltett dolognál jobban meg kell őrizni a szívünket, hisz abból indul ki minden élet. Fontos, hogy a változást te akart, mert magunktól nem lesz a változás. Mi kell állni magunkért, és erősnek lenni az Úrban és az ő maga erejében. Mert jó az, hogy egymásért imádkozunk, és kiki társát segítse, de legyünk erősek abban a nehézségben, abban a helyzetben. Tehát nincs az a természet feletti erő, ami képes lenne segíteni annak, aki nem akar változni. Ilyenek is vannak, ugye? Sőt, hát mindenféle jelenvonás van az életekben. De viszont mindenkinek szüksége van áldásra, és egy kis erőfeszítés megéri, hogy kérjük az Urat teljes szívünkből, és ő képes megváltoztatni és felüdíteni nem csak minket, hanem a családunkat, a közösségünket. Tehát ami rossz, az
az változásra van ítélve, ebben nem szabad, hogy belenyugodjunk, különben nem fog helyreállítás jönni az életünkbe. Nekünk szükségünk van az áldásra, és Isten képes felüdíteni minket. Jézus az út, az igazság és az élet. Bármit, amit elloptak tőlünk, és bármekkora nyomás alatt is legyünk, bármilyen rosszak is most a körülményeink, soha ne adjuk el az Urat, és ne kárhoztassuk őt, mert a felüdülés mindig őtől lejön, Istentől jön, és mindazon a rosszon, amin keresztül megyünk, amiért fohászkodunk helyreállításért, azt nem Isten rombolta el. Isten csak félreállt, mert mi valami olyan helyzetbe kerültünk, amiért ugye megnyitottuk az ajtót e világ Istenének. Tudjuk, hogy Jézus a mi pásztorunk, nem szükölködünk, és nekünk Isten jelenlétébe kell lenni ahhoz, hogy el tudjuk venni, amit Isten számunkra elrendel. Utolsó időkben vagyunk, és a Máté Evangélium 24. fejezete is erről ír, és az apostolok cselekedetei 3.21-nek is fontos mondani valója, hogy Jézus Krisztus addig nem jön vissza, még minden dolog helyre nem állítaték. Vagyis legyen egy olyan időszak a mi életünkben, hogy minden, ami elveszett, helyreállítás jöjjön. Természetesen most nem arról beszélek, hogy akik elmentek a mennyországba, és ott vannak, hogy ezt most visszakapjuk élőképben. Tehát ilyen illúzióink ne legyenek, de nagyon sok mindenben Isten képes helyreállítani minket. És az ige alapján kérni kell, hogy álljon helyre a családi élet, a házasság, a gyülekezeti élet, a növekedés, a fejlődés jön, szellemi ajándékok jöjjenek, és az ige alapján kérni kell, mert ugye Máté 7-7 szerint, aki kér, az kap, aki keres, az talál, az örgetőnek megnyit. És Joel proféta is azt mondta a 2.23-28, vagy ti Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, korai késői esőt hullat néktek az első hónapban. Hát az első hónap eltelt, és korai késői esőt, ha még nem is tapasztaltál meg, de azért most kezdődött. És igaz, hogy nem a kürtölés éve van, de az ige a soha nem avul el, és amikor mi a szánkra veszük az Úr áldását, akkor az megteljesedik rajtunk. És aki kér, az kap, aki keres, az talál, az örgetőnek pedig megnyitatik. És hát teljenek meg a csürő gabonával, és bőven öntik a sajtót, a mustot és az olajat. És a 25-es azt mondja, gyönyörű ige, és kipótolom néktek, az esztendőket, amelyeket tönketett a szöcske, a cserebogár, a hernyó és a sáska, és az én nagy seregem, amelyet rátok küldöttem. És esztek bőven, és megelégeztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett velünk. És soha többé nem pironkodik az én népem. Vagyis ez azt jelenti, hogy hát nem szégyenül meg, hogy nem szégyenülhetünk meg. És azt mondja, hogy kiöntöm a szellememet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok, leányaitok. A véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látásokat látnak. És a 25-ös igeves rendkívül fontos, és ez szól a helyreállításunkról, hogy Isten kipótolja és helyreállítja a hiányokat, amiket tönketett a szöcske, a cserebogár, a hernyő és a sáska. Ezek mind élősdik, ezek pusztító állatok, ugye? Ahol megjelenik a szöcske, mindent ugye lecirípelve, lever, a hernyő mindent megeszik, a sáska mit csinál? Minden vetést beeszik, és nem marad semmi a sáska járás után. Ez mindent pusztító állatok. És ez csodálatos ígéret, ha visszatekintünk az életünkre az elmúlt 5-10-20 évben, de csak akár, amíg vesszük ezt az elmúlt hónapokat, mi mindent lopott el a sátán tőled. És akkor itt az ígéret, hogy Isten azt mondja, hogy kipótolja, helyre állítja, és vissza akarjuk kapni? Hát persze, János 10.10 azt mondja, a tolvaj nem egyébre jön, lopja, nőjön és pusztítsa. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. Vagyis ki kell árasztani a hitünket abban, hogy Isten hálítsa helyre, amit elloptak tőled és tőlem, az egészséged, a boldogságod, a békességed. Isten tud kárpótlást adni nekünk. Mert a Szentírás azt mondja, hogy nincs, aki százalit ne kapna vissza, fitestvért, nőtestvért, apát, anyát, vagyis tud Isten kárpótolni minket. Igaz, hogy benne vagy az üldözésekkel együtt, benne van a pakliba,
és a te és az én részem, hogy lássuk magunkat egy győzedelmes helyreállításban. Ez nem mindig könnyű, amikor az ember rosszul érzi magát, amikor le van fáradva, a sátán azon van, hogy lefárasszon mindannyiunkat, és ebbe a lefárasztásban van, ne legyen kedved semmire. Ez az igazság. És forgatni kell az elménkbe, a gondolatainkba, például elvesztetted a pénzedet, az anyagi javadat, akkor látni kell magadat a visszaállításba, a helyreállításba. És a családi körülmények is, ha megromlottak, a viszonyok, akár visszájkodás, elkülönülés, válás, szeretetlenség vagy gyűlölködés, az ige alapján helyre kell szólít, vagy szólítani kell a helyreállítást. Álljon helyre a családom, álljon helyre a házasságom, álljon helyre az életem, ugye álljon helyre az anyagiam. És kérni kell, előszólítani mindazt, ami elveszel. És Uram, minden ígéreted az enyém, és te megígérted, hogy kipótolod az esztendőket, a hiányokat, és minden, ami elveszett az életembe és a családomba. Ma hittel járlok a kegyelem királyi trónja elé, mondhatod, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és a helyreállítási programodban, Uram, részt akarok venni a Jézus szent nevében, és hiszem a helyreállítást a magam és a családom életében, és Uram, ma hitem megállít téged, és kérem a körülményeimbe a változást, te több vagy, mint elegendő, és nálad nincsenek korlátok, te El Shaddai vagy, ahogy a második királyok 4:6-ban, addig folyt az olaj, amíg volt edény, amíg volt fogadás. Nekünk van fogadó hitünk arra, hogy helyreállítás jöjjön. Minden, amit ellopott az elmúlt időszakban e világ istene, a sikerünket, az áldásunkat, a növekedésünket, a fejlődésünket, az előrehaladásunkat, a kapcsolatainkat, rengeteg kapcsolat megtágult, ugye, és elhalványult. Tehát Jézus nevében ezt mind kérjük, a teljes helyreállítást. Tudjuk, hogy Dávid, amíg harcolt, mindenét ellopták, a vagyonát, a családját, nem csak neki, hanem még a katonáinak is. És őt, akikkel együtt harcolt, ők nekik is mindenüket ellopták, és utána még Dávidra is haragudtak. Dávid Istenhez folyamodott, és mindent visszakaptak, győztek, és teljes helyreállítást kaptak ő és a katonái. 1 Sámuel proféta könyve 1-22-ig emelség van. Isten a bőség Istene, van-e neki lehetetlen? Szeretném, hisz rengeteget foglalkozok az áldással, sokkal többet, mint az átokkal, mert inkább az átkokat mind áldásra fordítom, mert a sátán az átkait szórja ki, ugye, onnan felülről, de a világosság atyától az áldás mindannyiunknak. Minden nap küld nekünk valami áldást, de sokszor nem tudjuk elfogadni. Tehát néha az ember korlátozza őt a kétségeivel, vagy nehézsége, és Isten pedig szeretné kiárasztani rád a családodra az áldást. Nem azt akarja, hogy senki sem, hogy éppen, hogy csak földjén éljen, hanem azt szeretné Isten, hogy bőségben éljen, és úgy legyen nektek itt lent a földön, mint fönt a mennyben. Van ott hiány, van ott szükség, nincsen. Szeretné, hogy meg legyünk elégedve, hogy ne szégyenüljünk meg, hanem dicsérjük őt. És több oka is van annak, hogy nekünk nem kell szégyenkezni. Ha kérünk, akkor Isten képes helyreállítani az életünket, az ellopott éveket. Isten megígérte, hogy bőségbe, áldásba fogunk élni. Ezért nekünk várni kell valójában a bőséget, a csodát, sőt elő is kell szólítani, kérni a helyreállítást. Még a keresztények is, hogy állandóan a betegségről, a hiányokról, a nehézségekről beszéljenek. A legtöbbször felhívnak valamiért, keresztények mindig a legtöbbször abban panasz van. Nagyon kevés örömet hallok mostanában. Én hiszek a helyreállításba, a bibliai hittel nem látott dolgokról való meggyőződés, ezt hisszük, hogy valóságban jön. És az ig azt mondta az előbb, hogy nem pironkodik többé az én népem. Hát ne szégyenüljön már meg, mert néha szégyelik az emberek, hogy nem tudják megadni a családnak, hogy nincs elég anyagi áldás, hogy nem tudjuk ellátni őket, és rosszul érzik az emberek magukat, korlátok közé vannak szorítva, de nem Isten korlátozza az életeket. Az emberek azok, akik néha korlátozzák önmagukat. Nekünk addig kell kopogtatni, amíg meg nem nyílik, addig kell előre haladni, amíg be nem érünk abba a bőségbe, abba az egészségbe, abba minden nehézséget levetve. Tehát Jézus mindenben tud nekünk segíteni, ő a hiányokat nem ismerő, ő a bőség istene, és nekünk kell legyen, hogy egy győztes látást
kell legyen nekünk, hogy győztes látásunk legyen magunkról, mert többek vagyunk, mint győztesek a roma remény szerint. Hát néha nem érezzük az emberek magukat olyan túl győztesnek, pedig Isten mindent a javunkra akar nekünk fordítani, sőt, még a kudarcunkat is csodává akarja formálni. Isten a hit Isten, ezért nekünk hittel kell tekinteni azokra a dolgokra, amit ő képes előállítani, előhozni nekünk. Ha csak megnézzük, az Ószövetségben 7 áldás van, és helyreállítás a javakba és a családba. A te múltadban is tudom, hogy vannak mindegyik ötöknek elveszett javak, kettészakadt kapcsolatok, és Isten meg akar áldani ezekben a különleges helyreállításban. Ha megnézzük a második Mózes 23-33-as igékhez kapcsolódva, hogy Isten mit ígér nekünk, és milyen ígéretei vannak számunkra, a családunk számára helyreállításra, hát amikor a bankszámlára nézel, és az katasztrofális, és a családod lehet, hogy szétvált, és sorolhatnám, és betegségek vannak, és gyász van, Istennek van mindig egy jobb útja, és azt mondja, hogy a dolgok megváltoznak, és ha hiszel benne, akkor a te javadra jön a helyreállítás. Hát az elmúlt időket, a fiatalságodat nem tudod visszakapni, de van egy csodálatos út, amit Isten vissza tud neked adni az ellopott áldásokból. Minden lehetséges neked, ha hiszel, és van egy erő minden dolog mögött, és ez az erő csodálatosan működik. És nyilván ez a csodálatos kép, ami megváltásunk közeledik, de nem azért hoztam ezt a tanítás elő, hanem inkább azt, hogy kerülj ki a sátán fogságából, a gondolataid által, a nehézséged által, a harag, a bűn, mert bűnbe esünk, ha nem járunk szeretetbe, szabadulj ki, és úgy tudsz csak helyreállni, hogy ugye a bűneidet meg kell, hogy tagadjad, és hát ha haragszol, neheztel, sajnos az akadályoztat és egy helybe tart. És Isten ígéri a helyreállítást nem csak neked, a családodnak is. Isten sokkal jobban szereti a családodat, mint te, és azokat is szereti, akik szenvednek a családodba, a nem hívő gyermekek vagy unokák miatt. Tehát a Szentírás mondja, hogy a mi mennyei atyánk sok úton foglalkozik a mi családunkkal, és a Zsoltárok könyve 112:1-3 mondja, hogy dicsérjétek az Urat, boldog ember, aki dicséri az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön, a hívők nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, és igazsága mindvégig megmarad. Zsoltárok 115:14. Ma is mi lesz a házadban, a családodon? Gazdagság és bőség lesz annak házában, és az igazsága mindvégig megmarad. Isten megáldja azokat, akik félik az Urat, kicsinyeket és nagyokat. Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat, vagyis a családodnak is jön a helyreállítás, a gyülekezetnek is, és te magadnak is. És ez az üzenet neked szól közvetlen, és a szeretteidnek. Vagyis mindent, amit elvesztettünk, akár dupla áldást kaphatunk, és köszönjük, hogy helyreállítás jön, ha hiszed, és akarod. Tudjuk, hogy a sátán nagyon gonosz, és uralja a családot, a környezetet, a világot, és hát ha megnézzük, hogy a múltban mennyi családot támadott meg, és jelenleg is mennyi család szenved, és hány keresztény van most nehézség alatt, de megparancsolhatjuk, hogy levegye a sátán a kezét minden anyagi forrásunkról, testünkről, az életünkről, és kijelenthetjük, hogy nem szégyenlünk meg, mert Isten gyermekei vagyunk, és Isten minden kudarcunkat csodává tudja változtatni. Hát Isten adott nekünk sok ígéretet, akár a családdal kapcsolatban, és önmagunkkal kapcsolatban, és a szeretteid, és te magad nem ott vagy szellemileg, ahol kellene, hogy legyél, akkor ne nyugodj meg, hanem az imád, vedd ezt elő az imádban, és a te hittel teljes imád, majd mint egy áradat megmenti a szeretteidet is, és nem csak téged. Tehát hittem és szóltam, Isten hívja az embereket, és használja őket, és ez legyen egy szellemi csalogatás a saját családtagjaink számára, az evangélium állójába is. És a kegyelem esernyője itt van fölöttünk, és a családunk felett is. A
természet fölötti módon Isten képes összehozni a családunkat, képes behozni a gyülekezetbe, helyreállítani a családi kapcsolatainkat, csak ne nyugodjunk bele. Én ezt mondom, én semmiben nem szoktam belenyugodni, és addig kitartok, amíg nem látom azt a célt, amit kitűztem magam elé, és ha nekem a családom a cél, akkor abban tartok ki. Ha az előrehaladásom, a sikerem a cél, abban tartok ki, és a gyógyulásomba, és bármibe, vagyis kitartok abban is, hogy a családi kapcsolatom helyreálljon, vagy még jobb legyen a házasságom. Mindent lehet még jobban fokozni Krisztus királyságába. Sose elégedj meg azzal a helyen, ahol vagy. Mindig lehet egy jobb. Mindig van egy jobb lehetőség. És birtokold a helyreállítást. És ne nyugodj bele. És köszönjük Istennek, hogy valójában az egész Biblia, a Teremtést, a Jelenések könyvéig Istennek egy története a helyreállításról. Hisz erről szól mindazt, amit a Isten megalkotott, felépített, azt elrontotta az első emberpár. Mit csinál Isten? Hát helyreállította, és megalkotta a férfit, a nőt, elhelyezte a csodálatos kertbe, ahol mindent megkaptak, amire szükségük volt, és amit akartak. Amíg el nem estek, eltávolodtak ugye az Úrtól. És Ádám, Éva elvesztett mindent. És a Biblia tartalmaz példát isteni helyreállításra. Jézus jött, és győzött. És ő a győztes. A győztes Úr. És minden, ami elveszett egyszer és mindenkorra, a végén beteljesítette a győzelmet a kereszten, amit elvégeztetett. Isten akar valami rendkívülit csinálni veled az eljövendő időkben. Még az év elején járunk. Még nagyon sok időnk van a helyreállításra, az elfogadásra, a gyarapodásra, a bővölködésre, a sikerünk megtartására. És az az elképzelése Istennek, hogy mindent helyreállítson. Minden, ami elveszett. De neked ebben hinni kell. És Isten felajánlotta, most tanítottam nektek a vérszövetséget, felajánlotta a szövetségét az ő népének, és elvárja, cselekedjél hitben. Isten felkínálja nekünk az ő változatlan ígéretét. Isten igéje nem változik, Isten nem egy hazug Isten, amit ő megígér az igébe, azt odaadja neked és nekem. És Isten képes megdolgálni életünk a kártevőt. Persze természetesen van ott előtte, hogy hozzátok be a tizedet a tárházamba, de én most nem erről akarok beszélni, itt így is mindenki ismeri az igét. De ha te egy tizedfizető vagy, neked jogod van bármit elfogadni, bármit megkérni. Egyszer volt egy nagyon híres prédikátornő, és elment Oroszországba, és ott látott, a miniszterek feleségeinek volt egy bundabolt, és ott kinézett magának, és meg akarta venni, hát volt bőven pénze, Amerikából jött a nő, és azt mondták, ezt nem lehet csak a minisztereknek. És ő akkor nekiállt, és imádkozott, és azt mondta, Uram, én tizedfizető vagyok, én nekem az a bunda kell. Egy héten belül az asszonynál volt a bunda. Aki kér, az kap, és abban a lapot hozzá. És megdorgálja Isten életetek a kártevőt. És igenis fel kell, hogy emeljenek benneteket, és fel kell, hogy ebben is növekedjetek, hogy igenis van lehetőségünk visszaszerezni, amit ellopott tőlünk e világ Istene, hogy boldognak mondjanak minket a nemzetek, hogy kívánatos földé legyünk. Vagyis itt az idő, hogy vedd el Isten igéjét, lépj le egy lépést előre, és be fog téged vinni a történelmi időszakba. Mi tisztában vagyunk vele, hogy vetünk, és aratunk, és ültetünk, és tudjuk, hogy egy speciális idő az, amikor te kérsz, te az igét behelyezed a szívedbe, és az ige magot fog hozni, illetve egy magot elvetsz, és az ki fog nőni, gyökerezni fog, és gyümölcsöt fog hozni. És Isten használjon, imádkozom, hogy mindannyiunkat használjon ebben az időszakban, amikor mi helyreállítást kérünk, amikor minket értek csapások, amikor minket értek hiányok, lopások, rablások, akkor imádkozni kell, hogy megváltoztassa Isten az életünket, és kijelentjük, és kérjük akár az áldást, és én mindig az áldást kérem, mert az átok mindig itt van az ember körül, próbálja a sátán kirabolni az életünket, a házasságunkat, a szolgálatunkat, az életünket, a pénzünket, és mindez, amihez csak hozzá a kapcsolatunkat, a családunkat, és igenis jelentsük, hogy ez az én időm, Uram, veszteségért, de én bízom benne a teljes helyreállításba, és meggyőzöm ezt, és én egy győztes Úr mellett állok.
Úgyhogy az úr a pásztorom, szoktam mondani sokszor az úrnak, hát uram, te vagy a pásztorom, nem szükölködöm, füves legelőkön nyugtasz, és uram, szükségem van a csendes legelőre most már, és a csendes vizekre, vidámíts meg, uram, és köszönöm neked, hogy asztalt terítesz az ellenségeim előtt, mert az ellenség sok, hasznos a kapu, és jó lehetőségek jönnek, de a te jóságod és kegyelmed, azok követnek engem az életem minden napján. Vagyis áldom az urat, és nem feledkezek el semmilyen jó téteményről, mert ő egészségessé tesz, begyógyítja a sebeimet, és helyreállítást tud nekem hozni. És soha nem feledkezem ezért az úrról. Sokan csodálkoznak, hogy hát annyi minden él, és még ennyire mindig szereted az urat, egyre jobban. És megmondom azért, mert én tudom, hogy Isten milyen nagy dolgot cselekedett értem, hogy az egyszülött fiát adta. Ő nem semmit nem rublikázott, nem strigulázott, és nem számlált. Jézust odaadta, mérlegelés nélkül. Odaadta értem, és akár a családomért, és a házam népéért. És ez csodálatos, hogy Isten milyen nagy dolgot tett. Hát történtek dolgok, igenis. Ez nem mindenben, nem Isten volt a hibás. És Istennek vannak áldásai, és ezeket az áldásokat vegyük el. Ugye az áldás, hét áldás ígérete a második Mózes 23-ig, és angyalt bocsájt előttünk, hogy megőrizzen minket az útba, és bevigyen arra a helyre, amelyet elkészített. Hát ez csodálatos, hogy angyalok vigyáznak ránk. És én ezt nagyon is jól megtapasztaltam. Háromszor körülutaztuk a földet, annyit szolgáltunk a 23-22 év alatt, és hát hallgatunk az ő szavára, és így aztán az angyalok is ott vannak nekünk mindig, hajlandók, engedelmesek vagyunk. És az angyal, amely előttünk jár, az persze nem fogjuk a szemeinkkel látni, de őrizzi. Azt lehet látni az ő őrizetüket, hogy megvédelmez az országúton. És hálát adunk, és dicséretet. És hát akár Isten egy angyalt, Bálám szamaráltal képes volt megállítani a profétát, hogy ne a rosszat kövesse minket is, ha hajlandók és engedelmesek vagyunk, akkor azonnal fog jelezni a Szent Szellem, és akár egy angyal fog jönni, és akár megállít, ahogy a 4 Mózes 22-21-34-ben van. Hát köszönet Istennek, hogy a második áldás, hogyha hallgatunk az ő szavára és megcselekedjük, akkor ez egy nagyon fontos ige. Figyelj, és ez pedig egy ószövetségi áldás. De az igét, amikor kinyissuk, az mindig hozzánk szól. És hallgatunk az ő szavára, Isten szavára, Isten igé élőható, és most mindig hozzánk szól, amikor mi kinyissuk a Szentírást, akkor azt mondja, és megcselekesszük, hogy nem hol cselekedett, csak hallgassuk, és nem cselekedjük meg. Ha megcselekedjük, ha hajlandók és engedelmesek vagyunk, akkor ellensége lesz az ellenségeinknek, és szorongassa a mi szorongatóinkat. Amit gondolsz, 15 éve mennyi ellenségeskedés történt az életünkben, mennyi csapást próbáltak már elpusztítani, és nem tudtak. És rájöttek, hogy nem jó ebben az emberrel kikezdeni, vagy asszonya. Sok embernek beletört a bicskája a szolgálatunkba. Mit gondolsz, miért? Mert hallgatunk az Úr szavára, és megcselekesszük azt. Így aztán az Úr ellensége lesz a mi ellenségeinknek. Úgyhogy érdemes, érdemes Istenre hallgatni. És az angyal előtted azt mondja, mert az én angyalom te előtted megyen, hogy bevigyen téged az emoreusok, hiteusok, perizeusok, kananeusok, híveusok és jebuzeusok közé, és kiírtom azokat. Ez mind Izrael ellensége volt, és ezt mutatom az új szövetségbe, hogy mindenféle fejedelemség, hatalmasság az élet sötétségének a világbírói, és mondhatnám az áspiskigyó mérge, a pletykálkodás és a gyűlölködés mérge, és ezek, de hát ez csodálatos, hogy Isten képes, egy ilyen ígéretünk van. És mit kell ezért tenni? A hajlandónak is engedelmesnek lenni, és megcselekedni az igét. És
Azt mondja, ne imád azoknak isteneit, ne tiszteld azokat, ne cselekedj az ő cselekedeteik szerint, hanem inkább döntögess le azoknak, és törd össze bálványaikat. Tehát itt a bálványimádásról beszél, hát mi Isten imádói vagyunk, és Jézus imádói. És hát Istennek ez egy csodálatos ígérete, hogy ellensége lesz az ellenségeinknek. Ezt szeretem, ezt a témát, mert szinte mindenhol szorongatnak minket, néha a házasságban, néha a családban, néha nem tudsz úgy szólni, hogy a szívedet ne sértsék meg, és ez egy csodálatos áldás, de csak akkor adja Isten, ha hajlandó vagy, és engedelmes, és megcselekszel. Akkor jó szerencsés leszel minden utadon, és boldogulsz, és ellenség hiába jön, nem tud megszorongatni minket, mert védelem alatt vagyunk. Isten védelme alatt vagyunk, és Isten nagyon sokszor kihozott minket, nagyon sok nehézségből, és nagyon sok kiírásból, úgyhogy kérlek, hogy ezt vésd jól a fejedbe, hogy Isten kiszáll a nép szabadítására, fölkentje segítségére, és szétszúzza a főt a gonosz házába, és feltakarja alapjait. Hát, köszönjük Istennek, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetsége. Benned áldatnak meg. Ne nézz hátra, hogy kibe? Te benned személyesen. Harmadik áldás, szolgáljátok az Urat, ez a 2 Mózes 23-25, a ti isteneteket, akkor megáldja a kenyeredet és a vizedet, és Isten ad boldogulást, fellendülést, az Úr áldása gazdagít meg. Isten ígéri az igéjében, azért, ha valaki Krisztusban van, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Krisztus Jézusban. Ez így igaz. Egy új élet kezdődött. Egy új kezdetet kaptunk, amelyben Jézus az út, az igazság, az élet, és ő az alfa, és ő az omega, és addig lehet, hogy világi bálványokat imádtunk, és önmagunkat bálványoztuk akár, de ezek a régiek, amik elmúltak, és új jön az életünkbe, ez azt is jelenti, hogy Isten azt akarja, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, és jó dolga legyen a lelkednek, az a lélek szintje, az, amit látunk, a látás, hallás, szaglás, tapintás, ami az érzelmeinkre, az érzelmi életünkre hatása van. Az érzelmi életünknek sajnos nem mindig jó a helyzete, mert ugye, ha néha oda tekintünk, hogy milyenek az emberek, mit tesznek, ütlenek, egyebek, és Isten azt mondja, hogy mindent újjá tesz, és írd meg, mert te beszédek hívek, és igazak, a Jelenések 21:5 mondja. Ma is új dolgok jöttek az életünkben, mikor újjászülettünk, Jézus Krisztus vére, a Szent Szellem munkája által, és ez megváltoztatta az életünket. És a 4. áldás nagyon csodálatos, és eltávolítom, ez a 2. Mózes 20:25. Második része, és eltávolítom ti közöletek a betegséget. A 2. Mózes 5:26 azt mondja, én vagyok Jehova Raffa, az Úr a te gyógyító. Akik Istent szeretik, minden a javukra van, hogy 5. Mózes 7:15 mondja, hogy távol tart az Úr tőlünk minden betegséget. 1. Péter 2:24, aki testében a bűneinket felvitte a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk, akinek sebeivel meggyógyultunk. Elvégzett dolog, hogy milyen a gyógyulás, és az Jézus Krisztus engesztelő áldozatának, és Isten igény keresztül, ugye, gyógyulást vehetünk ebből az áldozatból. És az ige kijelenti, hogy az ő igéje nem tér vissza üresen. Én ezen az egy igén gyógyultam meg, 1 Péter 2:24, illetve Ézaiás 53:4-5, és az ő sebeiben meggyógyultam. Hát ez valami csodálatos. Én köszönöm, hogy Jézus elszenvedte a fájdalmakat, és megostorozták, és én ebben meggyógyultam. Igen, Isten kibocsájtotta az igét, és meggyógyított engem, hogy a Zsoltárok 107:20 mondja. És az 5. áldás, hogy el sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi. Na ezt végképp meg kell ragadjuk, mindannyian, ha pásztor vagy, ha nem, ha csak nyájtag vagy. Isten ígérete a mi életünk, hogy a mi életünkben szaporodás és áldásra van ítélve. És nem eheti meg, kell tiltsuk minden nap, hogy a szöcske, a cserebogár, a kártevő, az áspiskigyó, a gonosznak semmilyen munkája, semmilyen kártevő nem illetheti az életünket, a szolgálatunkat, a családunkat, és igenis a 5 Mózes 28:5-6:8 legyen a miénk, hogy áldott a kosarunk, a sütőtekenünk, a bejöttünkbe áldottak vagyunk, a kimentünkbe,
Ezért írtam ezt a sok áldásról szóló könyveket is, hogy ne a panaszról beszéljünk, az áldásról beszéljünk, és az áldást szólítsuk az életünkbe, és formáljuk úgy a mindennapi szókészletünket, hogy áldás legyen abban, és áldás parancsol mellénk az Úr a csűrjeinkbe, és mindenben, amire rátesszük a kezünket, és megáld minket azon a földön, amet az Úr, az Istenünk áld nekünk. Hatodik áldás, rendkívül fontos. Na, manapság az emberek csak úgy potyognak, rengetegen meghalnak idő előtt, és a 2 Mózes 23-26 második része azt mondja, Isten ad nekünk hosszú életet. Hát csodálatos. Szükségünk van rá, hogy bevégezzük az Úrházának építését egyrészt, másrészt, hogy áldás legyünk az emberek számára, áldás legyünk a családunk számára, és egymás, önmagunk számára is, és hát hiszem, hogy Isten számára is, hogy igenis Isten kegyelemmel, irgalommal indít el minket, hogy a felkenetés által mind több embert érintsünk meg. És a Zsoltárok 91.16 azt mondja, hogy napjaid számát teljessé teszem, és hosszú élettel elégít meg, és megmutassa az üdvösségünket. Jobb könyve 5.26, ez egy nagyon jó ige. Érett korban térsz koporsóba, mint a maga idejében takarítatik be a learatott a gabona. Elveszük, Uram. Ösztendeink száma 70 vagy 80 esztendő, de még kérhetünk rá. A hetedik áldás. 2 Mózes 23, 27-30. Isten az ő rettentetését bocsátja előlünk. Vagyis Isten a rettentetését bocsátja el előtted, és minden népet megrettent, amely közé megyünk, és minden ellenséget megfut, amit előttünk, és darazsat bocsájt előttünk, és kiűzi előlünk a híveust, a kananeust, a hiteust, de nem egy esztendőbe üzöm ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad. Lassan, lassan üzöm ki előled, míg megszaporodol, és bírhatod a földet. Ez azt is jelenti, hogy Isten, amikor te mész, akár darazsat bocsájt előtted, de lassan, ugye, ez megint csak az ellensége, a híveus, a kananeus, a hiteus, ez mind az Izrael ellensége volt, és nem egy esztendőben. Miért? Mert itt megmagyarázza azért, hogy menne sokasodjék ellened a mezei vad, mert ilyenkor, amikor az emberek látják, hogy Isten védelme alatt vagy, és sikeres vagy, és áldott vagy, és szellemi ajándékaid vannak, és boldogulsz, irigykedni kezdenek, a szájukra vesznek, és elkezdenek átkozódni. Úgy van az ige, hogy lassan üzöm ki előled, míg megszaporodol, és bírhatod a földet. Ez nem a anyagi szaporodást jelenti, ez a szellemi növekedésünket jelenti az ószövetségi hívőnek valójában, hisz ez egy ószövetségi példázat, de az újszövetségi hívő szellemben erősödik meg, és így a határainkat is az Úr ki tudja szélesíteni. És Isten igéje alapján kérhetünk különleges áldásokat, és akár azt, hogy az ellenségeinket Isten futamítsa meg. Az ördög az ellenségünk, de mindig emberek képében fog jelentkezni. Nem vér és teste, nem vanatúság, a fejedelemség hatalmasságok, az élet sötétségének a világbírói ellen. Soha ne feledkezz el az ő határozatáról. Mi nem vagyunk olyanok, mint az ellenség. Mi nem gyűlölködünk. És nem vagyunk irigyek és féltékenyek. Mi a versengések vízében is megálltunk, és nem versenyeztünk. Tudod, a környezeted azonnal észreveszi, amikor te bővölködő vagy, áldottabb vagy, szellemi vagy, mint ők, és ilyenkor megsokasodik ellenünk a mezei vad, és ezt nem bírják elviselni az emberek a bennük lévő, bennünk a nagyobban, de a bennük lévő ugye, negatív erő ellenség. És megsokasodik a cselebogár, a kártevő, a kisrókák, akik megrontják a szőlőtövet. Amikor valaki átlagos, akkor nem probléma, az elvegyül a szürkeségbe. De az ellenség azt szeretné, hogy meddő legyél, szikár és száraz, sajnáld magad, és azt mondja, hogy senkinek nem kell lesz akkor. Akkor is fog bántani, ha lemész a középszerűségbe, akkor is azt fogja mondani, na, nem kellett és senkinek, most itt vagy ezek között.
de az ellenség le van győzve, és mi bízunk az ígéretben, bízunk az Úr áldásában, a helyreállításában, a különleges évben, és ha megcselekszük az ígét, az ő szavát, nem keményítsük meg a szívünket, akkor az Úr ellensége lesz a mi ellenségeinknek. Mi Isten gyermekei vagyunk, Isten szavát szóljuk, szeretetbe járunk, Isten akaratát cselekedjük. Akik minket szorongatnak, ez egy ígéret nekünk, hogy azokat az Úr fogja megszorongattatni. Miután megismerted Isten áldását és részleté vált, hidd el és cselekedd meg ezeket. Rendkívül fontos, hogy fejlődjetek manapság az imádságban, hogy egyre gyorsabban és gyorsabban Istenhez közel kerüljél, hogy amit könyörögsz, azt Isten meghallgassa. Hát hálát adunk, hogy a te felelősséged és az enyém is, hogy a hitünket ugye ebben kamatoztassuk, és akár a családunkért, akár az egyházunkért, akár az egész világért közben járunk, és üdvözülnek az emberek, üdvözül a családunk. Amikor mi imádkozunk, akkor emberek, népek, szervezetek sorsát befolyásolhatjuk, nem csak az üdvösségben, az anyagiakban, hanem mindenféle kötésekből való kijövetelből, és ez is egy áldás valójában, és helyreállítást kérhetünk a értékes családunknak, a környezetünknek, a gyülekezetünknek. Mi kiállunk Isten igéje mellett, a Jobb 22 mondja, védj oktatást az ő szájából, védj szívedbe az ő beszédét, és gyakoroljuk a szellemi hatalmunkat. És a Jobb 22-28-30, és elrendelem, hogy mihelyt valamit elgondol, sikerül az néked, és a te útjaidon világosság fénylik. És azt szoktam mondani, Uram, a mai napon elrendelem a családom üdvösségét, a bővölködését, és mindenben helyreállítást kérek, minden, ami elveszett az életembe, és a családom életébe, a környezetem életébe, mikor kinek mi a problémája. Isten meg akarja menteni a mi életünket, bővölködtetni és mindannyiunkat, és ezért köszönjük ezt a csodálatos helyreállítást, köszönjük, hogy ő egy hatalmas, csodálatos Úr, aki ott van a mennyei Atya jobbján, és könyörög, és fohászkodik életünk. Realitási imát szeretnék elmondani, kérlek, legyetek velem egy akarattal, és mindannyiunk életében, ez rendkívül fontos, a családunkébe és a magunkébe, a teljes helyreállítást kérjük. Atyám, a Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd, és az ige alapján imádkozunk. Védelmet és oltalmat kérünk a közben járásunkra, mely az életünk és a családunk helyreállításáról szól. Az 1 János 1.9 alapján kérlek, bocsáss meg minden bűnünket, ami akadályozna, hogy az imádságunk eljusson elődbe. Felvesszük a szellemi fegyverzetet, az Efézushoz írt levél 6-10-18-as ige alapján, és minden zavarást és visszatartást megkötünk az imádságunk alatt, a Máté Evangélium 18-18 ige verse alapján. Ma a felséges rejtekébe helyezzük magunkat, és a mindenható árnyékába, mert te, ha a tulajdal fedezel be minket, és szárnyaid alatt lészen oltalmunk, pazs és páncél a te hűséged az imádságaink alatt. Imádkozom, Uram, hogy ítélj meg minden egyes démoni erőt, amely akadályozni akarja az imáinkat a helyreállításba. Uram, ma a trónodhoz emeljük magunkat és a családunkat. Helyreállítást kérünk, és egyben a Jézustól kapott hatalmunkkal megkötjük a sátán munkáját az életünkbe, amely visszatartotta az áldást és vesztességet, zavart, hiányt okozott az életünk és a családunk életébe. Ma kijelentjük egy akarattal, hogy minden, ami elveszett magunk és a családunk életébe, a gyülekezetünk életébe, anyagi, szellemi, fizikai és peres ügyek által, és mindaz, ami hiány és nehézséget okozott az életünkbe, kérem, hogy minden újjá legyen, és a helyreállítás elvégeztessék. A helyreállítást előszólítjuk, a vesztességet megkötjük, és kijelentjük, több terhet nem vethet ránk az ellenség. Mindent visszaszerzünk mi és a házunk népe. A Zsoltárok 25-20 szerint asztalt terítesz nékünk az ellenségeink előtt. Elárasztott fejünk olajjal, csordultig van a poharunk. Szemeink mindenkor az Úrra néznek, ő őriz meg és szabadít meg minket, ezért nem szégyenülünk meg, mert benned bízunk.
Amen. Köszönjük, Uram, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, aki nekünk előre hirdettetett, hogy mindent újját teremtsen, és felüdülés jöhessen az életünkbe. Köszönöm, Uram, hogy a mai napon is kipótolod az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcske, a cserebogár, a hernyó, a sáska, az áspiskígyó. Köszönöm a teljes helyreállítást, és magasztaljuk a szent nevedet, és hálát adunk, Uram, hogy eszünk bőven, és megelégszünk, és magasztaljuk a te nagy nevedet, mert csodálatosan cselekszel, és kipótolod a vesztességet, a hiányokat az életünkbe. Köszönjük, Uram, hogy nem szégyenülünk meg a hitünk miatt, mert te minden kudarcunkat csodává teszel. A János 10:10 szerint a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon őn és pusztítson. Köszönjük, Uram, hogy te azért jöttél, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. Köszönjük a kárpótlást, a helyreállítást, hálaadással köszönjük meg. Köszönjük, Uram, hogy te több vagy, mint elegendő. Köszönjük, hogy helyreállítod, amit az évek folyamán az ördög ellopott, és kijelentjük, hogy az Úr áldásában élünk a továbbiakban. Ma hálát adunk ezért. Mi ma hisszük ezt, Uram, itt és most, hogy úgy lesz, amint nékünk megmondatott. Köszönjük a helyreállítást az ige alapján, mert te vagy a forrásunk, hálát adunk, és várjuk a csodát, amely megújítja, és épé teszi a testünket, és helyrehozza mindazt, ami elveszett. Hisszük az igét, hisszük a helyreállítást. Boldogok azok, akik nem látnak, és hisznek a János 20:29 alapján. Köszönjük, mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ma, Uram, kérünk, és aki kér, az kap. Te ezt garantálod az igédben. Ezért a mai napon egy akarattal megkérjük mindazt, amit elloptak tőlünk. Jézus nevét és kereszthalálát köszönve ma hálát adunk, és felszabadítjuk a gyógyulást, minden kötésből való szabadulást, minden anyagiakból, mentális problémából magunk, a családunk életébe. Imádkozunk, hogy hitben növekedve mindannyian többek legyünk, mint győztesek, hiszünk a helyreállításba, hiszük, hogy minden kudarc, adósság, vesztesség és családi kapcsolat helyreáll, és természetfölötti módon rendeződik a te kezed az ígéreteid által, ahogy Dávid is kapott helyreállítást, úgy mi is előszólítjuk az 1 Sámuel 30, 18-19 alapján, és mindent megszabadított Dávid, amit elvittek az amalekiták, és az ő két feleségét is, és semmiük sem hiányzott, sem kicsiny, sem nagy, sem fiaik, sem leányaik, a zsákmányból sem, és mindabból, amit elvittek tőlük, Dávid mindent visszahozott. Uram, ma kijelentjük, így legyen a mi életünkben is, előszólítjuk a helyreállítást, a szabadulást. Köszönjük, Uram, hogy az ellenség minden ereje, tolvajkodása megtört az életünk felett. A sátán rajta kapatott hétannyit kérünk vissza, és felszabadítjuk a gyógyulást, a anyagi javak áradását, a bővölködést, a kijelentést, a bölcsesség szellemét, az adósságok eltörlését, a kötésekből való szabadulást, a jó hírnevünk visszaállítását, a családunk, a szeretteink üdvösségét. Uram, ma hozzád könyörgünk, és benned bízunk. Amit te elrendelsz, az nem tér vissza üresen. Te elrendelted a helyreállítást, ezért, Uram, ma az arcunkat hozzád emeljük. Tudjuk, hogy te meghallgatsz minket. Kaptunk hatalmat a kígyón, a skorpión és az ellenség minden erején. Semmi nem árthat nékünk. És mi az Istentől vagyunk, és legyőztük azokat, mert nagyobb az, aki bennünk van, mint aki e világban van. És Ézsaiás könyve 10:27 szerint ma kijelentjük egy akarattal, és lesz a ma napon, eltávozik a mai napon az ő terhe válunkról, igája nyakunkról, és megromol az iga a kenet miatt. Köszönjük, hogy asztalt elisz
nékünk az ellenségeink előtt, hogy elárasztott fejünk olajjal, hogy csordultig van a poharunk, hogy jóságot, kegyelmet követnek minket az életünk minden napján, és az Úr házában lakozunk mi is, a családunk, a gyülekezetünk is. Teljes helyreállítást kérünk ezért a mai napon, Uram, az egyházunkba, a családunkba, a családi kapcsolatokba, a baráti kapcsolatokba, az országban is, Uram, egységet, békességet, szeretetet, az egység megerősödését kérjük, és senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjenek úgy egymás, mint mindenki irányába. Minket a reménység nem szégyenít meg, mert tudjuk, hogy kinek hiszünk. Köszönjük neked, Uram, hogy a te gondviselésed és szereteted megőrzi a családunkat, a kicsiket, a nagyokat, megőriz minket biztonságban, gyógyulásban, bővölködésben. Ezért mi ma dicsérünk, Uram, hogy megoltalmazol minket és a családunkat, és hálát adunk. Köszönjük az áldások ígéretét magunk és a családunk életébe. Hála, hála, Uram. Köszönjük, hogy amire csak rátesszük kezünket, ahol csak élünk, védelem illet meg minket, és az Úr nevéről neveztetünk, és félnek tőlünk, és bővölködővé teszel minket minden jóban, és megnyitja az Úr az ő drága kincses házát, és helyreállítja az elveszett javainkat. Helyét teszel minket, Uram, és nem farkát. Köszönjük, Uram, az áldások ígéretét, amelyet most egy akarattal előszólítunk magunk, a gyülekezetünk, a családunk életébe, a szeretteink életébe, hogy az ígéretek megvalósuljanak. Mert az Úr angyala megy előttünk, hogy megszabadítson minket, és kiírtsa az ellenségeinket. Mi és a házunk népe szolgáljuk az Urat, a mi Istenünket. Ezért megáldja a mi kenyerünket és vízünket, és eltávolítja közülünk a betegséget. És el sem vetél, meddő sem lesz a földünkön semmi, és napjaink számát teljessé és hosszúvá teszi az Úr, és az ő rettentetését bocsássa el előttünk, és minden népet megrettent, amely közé megyünk, és minden ellenségünket megfutamítja előttünk. Lassan-lassan üzük ki előlünk, míg megszaporodunk, és elveszük az Istentől elrendelt áldást, és darazsat is bocsájt el előttünk, és kiűzi előlünk az ellenséget. Köszönöm, Uram! Hálát adunk, és dicséretet! Dicsőség szálljon rád, Uram! A hegyek eltávoznak, a halmok megrendülnek, de a te nagy irgalmasságod tőlünk el nem távozik, és a békességed. Köszönjük, hogy fiaink az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz gyermekeink békessége, és igazság által leszünk erős, és nem gondolunk a nyomorra, mert nincs mit félni, és a rettegés sem közelíthet hozzánk. És ha összegyűlvén összegyűlnek is, ez nem tőlünk, tőled lesz. Aki ellenünk összegyűl, elesik általunk, Isten. Köszönjük, hogy az ellenünk készült fegyver nem lesz jó szerencsés, amely visszatartaná a helyreállítást. Ma hálás a szívünk a helyreállításért, a bővölködésért, az egészségért, és minden, ami elveszett, köszönjük, Atyám. Jézus nevében, hogy te helyrehozod azt, mi hiszünk és bízunk benned, hogy úgy lesz, amit megmondatott nékünk. Amen. Amen.